és start elindult a napi főverseny, a Jene István emlékverseny Kincsen Park díja. 1900 méteres távon Auding Water nem kezdett igazán gyorsan, a Tatai Istálló lovai ott vannak a frontban, és hát kívül kell kerülni Nagy Tamásnak, aki ma már nyert kettőt, a rivális Artis, vagy a legnagyobb rivális sokkal könnyebben fut, sőt a kanyarban nagyon sokat megy kint Auding Water, ez megbosszulhatja magát, miközben Fragile Planet és Suták csengével ér rá. Fragile Planet az élen, mellette ott van Artis, és szintén ott van nagyon közel Eminent Victory, tehát a két Tatai és Luke között a nagy favorit Artis, majd jön Auding Water, aki sokkal szívesebben megy kívül, nagy tempóban, és most már gyorsítanak a favoritok, és átveszik a vezetést. Hát ez nem egy olyan verseny lesz, mint amit legutóbb találkoztak. Itt van tempó helyből, az 1100-as tárbát elhagyva, a két favorit pedig nagyszerű versenyt futva, növelik az iramot, és ennek következtében esik szét a mezőny. A cseh vendég Kensibu egyelőre nem ízlik neki a mezőny végén, és Aurora Borealis is erősen kell lovagolni. A két nagy favorit teljesen együtt, a belső íven Arctis, tehát a jobb pozícióban, miközben Auding Water ott van mellette, és őt már erősen kell lovagolni. A kanyar közepén a két éllovasnak van legalább 6-8 hossz előnye a többiekkel szemben, a harmadik helyen Fragile Planet. Na nézzük, hogy mi lesz a befutóban, hiszen egyelőre még mindig vezet Artis, viszont kívül jön Auding Water, sőt, most már ő veszi át a vezetést. Nagy Tamással, Zsokéval, tehát az élen Artis és Kovács Milán elkezdi lovagolni. Vezet Auding Water, 300 méter van még hátra a versenyből, és tudja növelni az előnyét. Auding Water és Nagy Tamás, ők vannak elől, Nagy Tamás triplázhat, 150 méter van hátra, a cseh vendég is időközben megjelent, ő lett majd a végén a harmadik. Óriásiak a különbségek, és Auding Water fog győzni a Jene István emlékverseny Kincsen Park díjában. Auding Water győz, mögötte Arctis a második, és szoros harmadik Kensibu. Auding Water a napi főverseny győztese.